Doki vagyok az iMac-ból, egy hobby projektemről fogok most mesélni. Előre elnézést kérek a színekért. Nem is elmondom. Szóval a projekt arról szól, hogy egy eredménykijelzőt szeretnék csinálni dárcjátékhoz, méghozzá olyanra, ami ilyen profi dárcáblára működik, nem pedig a műanyagra, mert a műanyagra létezik ilyen megoldás, de erre a kender szövet, hogy mi az a dosból készült táblára, nem lehet bemenni a boltba és venni egyet, van néhány működő verzió, de azok nincsenek kereskedelmi forgalomban. És amikor nekiálltam ennek a projektnek, akkor semmi képzettségem nem volt ilyen képilátás terén, vagy képfeldolgozás volt, én totálisan, amit egy nagy büszkén álltam hozzá, úgyhogy nyilván egyből a maximális eredményt akartam elérni, lerakok egy mobiltelefont az asztalra, elég, hogyha látja a tárcát, és mondok, ezen minden működjön automatikusan. Hát el is kezdtem csinálni, én vagy nem értettem annyira az OpenCV-hez, amihez letöltöttem egy ilyen példaprogramot a netről, és akkor azt a demo programot kezdtem el módosítgatni, és járvába csináltam mindenféle saját algoritmusokat, az OpenCV csak ott használtam, ahol nagyon muszáj volt. Eljutottam odáig, hogy megtaláltam a táblát, és beforgattam a térben úgy, hogy szemből lássam, ami azért fontos, mert akkor már csak egy képletet kell megoldani, megvan a tábla egy nyíllal, megvan az üres tábla, hogyha kettőt kivonom egymásból, akkor nem tudom állapítani, hogy hol ment a nyíl elméletben. Gyakorlatban egy ilyen zajos valamit kaptam eredményül, mivel csak tényleg egy sima kivonást alkalmaztam, amit ennyire sikerült letisztítanom, de ez bőven nem volt elég ahhoz, hogy működjön. Úgyhogy utána egy ilyen 24 éves programozáson volt időm arra, hogy átgondoljam az egészet. Az volt az új koncepció, hogy minden előbb, minden megkötést elfogadok, csak működjön a dolog. Úgyhogy építettem egy keretet a tábla közé, ez egy jó világítás volt, és fixen ott rögzítve a kamera. Ezzel megoldódott a 3D forgatás, ahol nem kellett foglalkozni, csak egyszer beégettem a kódba, és azt mondtam, hogy ez működött. És még a különbségképzés probléma volt hátra, amire volt egy csodálatos algoritmusom, ami kb. 20-2000-szer, 1000-szer 3 lépést hajtott végre, és tényleg ki tudta vonni a képet a másikból, viszont 2 másodpercig tartott 8 szálon. Úgyhogy ez nem igazán volt használható, míg kiderült, hogy ez egy teljesen ismert probléma, és az OpenCV-ben benne van az algoritmus, ami ezt megcsinálja. Úgyhogy amikor ez megkötöttem éppen, elkezdett gépen működni, és úgyhogy kaptam egy működő verziót, ez kb. 60%-os pontossággal működött, mert hogy voltak ilyen problémák, hogyha sikerült eltalálni a vezérlőt elválasztott drótot, akkor az is bemozdult, és ezért megjelent a különbségképpen, illetve hogyha túl erősen érkezett be a nyíl, akkor az egész tábla megmozdult, úgyhogy a különbségképpen ilyen zaj lett. Úgyhogy jött a következő verzió, amiben lecseréltem a táblát, azzal megoldódik a elválasztó vonal probléma, mert az új tábla nem tud elmozdulni, és egy nagyon durva zajszűrést küldtem rá a különbségképre, amiből, hát nem tudom mennyire látjátok, azt kaptam, hogy eltűnt a és két kamerát kezdte be használni. Eltűnt a hegyi adásznak a zajszűrés miatt, viszont nem volt tényleg zaj. Úgyhogy egy egyenest próbáltam rakni a két kamerával látott adásznak a testvére, és annak a megzés volt, hogy elvileg ahol a találat van. Ez már jobban működött az előző 60%-os pontosság volt, ez már ilyen 80% fölött volt, de az még mindig nem elég, mert azt mondta, hogy egy játék alatt 4-szer kell javítani. És persze ez is egy saját algoritmus volt, úgyhogy nem mindig működött, hát itt ugye ide számította ki a meccés pontot, mert az átlépez volt. Úgyhogy azóta még egyszer újra kezdtem, de erről most már nincsen időt beszélni. Mármint erre megintéztem, de remélem, hogy még az idén előadok még egyszer, hogy ez a verzió csodálatosan működik és sikerült megoldani a problémát. Mi a tanulság? Hogyha egy fizetős projektet csinálna valaki azt, hogy leprogramozza azt, amit a framework tud, csak sokkal bénebb, akkor nagyon morcos lennék. Egy lehetségem van, hogy ez egy hobby projekt volt, és egyáltalán nem értettem hozzá, és nagyon sokat tanultam a próbálkozások során, úgyhogy
ez az, hogy ez jó, ez már egy nap volt, amíg megcsináltam, mert tudtam, hogy mihez kell hozzányúlni. Illetve a másik kérdés, amire nem tudom a választ, hogy mikor érdemes alternatív megoldásokat keresni. Hogyha jóval korábban kipróbáltam volna a másikat, akkor lehet, hogy előrébb tartanék, de mindig csak azt hattam, hogy na, már csak ezt a problémát kell megoldani, és kész vagyok, és nyilván jön a következő probléma, gondolom mindenki ismeri. Úgyhogy remélem, hogy találkozunk az idén. Ha valakinek van valami ötlete, amit könnyű kipróbálni annak, és még nem gondoltam, annak fizetek egy sört, vagy ha valaki hoz egy új kollégát az ágában, annak meg sok sört fizetek. Van egy kérdés. Igen? Ugye ez a végső szipi-szupi megoldás, ez az eredeti problémának a megoldása volt? Tehát a mobiltelefont is mit nem csinál, vagy pedig ez is erős működéses? Nem, a mobiltelefont azt elfelejtettem sok szempontból. Úgyhogy nem két kamera beépítve az ábrán kövér, azt most abban reménykedem, hogy ha a tárgyalának a síkjába lakom a kamerát, és kiháromszögelem, hogy hol van, az lesz remélhetőleg a megoldás, hogy ezt a háttérkivonó problémát ezt ki tudom küszöbölni. Igen? Meg lehet oldani egyébként a mobilizációt? Hát az a probléma, hogy a mobilnál beraktam egy kicsit egy képet, ami mondjuk sokkal rosszabb, mint amennyi valójában, de a szabad szemmel sem látni, hogy hova ment. Tehát egyrészt távol van a mobiltelefon, másrészt a világítás nem túl jó. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem lehet megcsinálni. Igen. Infrakamerával, tehát hogy nem a látható ízést frekvencen nézni, hanem valami más információt hoz ki a hűrő. Hát azt felmerült, hogy ilyen hűrkamerával tudnám nézni, valószínűleg elég különböző a nyílnak a hőmérséklet, a tárgyalának hőmérséklet közül, de nem találtam olcsó ilyen kamerát, amit kipróbálhattam volna. Aljegyszerű. Biztos rossz kereső szavakat használtam. Igen? És lézer. Azt már nem hiszem, hogy a olcsó kipróbáltó verzió közé tartozom. Lézer. Izé, ami hogyha csak megy a nyíl, akkor a spexet így. Ja. Igen? És az nem szó, hogy beszélhetünk olyan színben a magát az arc, ami annyira jut a táblától, hogy de volt egy ilyen próbálkozásom, képre festettem, ami kb. 3 hét után lekopott. Van két helyről, tehát egy helyről tudok, ahol ez működik, egy angol kocsmában, ott az egész dárc képre van festve. Nem néz ki túl jól, azt még tartogatom azt a megoldást. De igen, tehát egy kék színű lenne, világító kék színű, akkor az könnyítene a problémán. Igen? Gondoltam ennek az utolsó megközelítésnek hasonlóan az előbbihez, hogy ha a dárc síkjában van, akkor relatíve meg tudod határozni azt a teret is, amit ő belát mögötte a felületeket. És ha azokat a felületeket, tehát ért úgyis egy ilyen dobozban van most már a dárc lényegében, egy homogén, de mégis nagyjából neon, ami az árnyékot nagyjából kiszűri színre vonnád be, akkor lehet, hogy hamarabb találnád esetleg a dárcot. Hát igen, ez az utolsó verzió kb. Amit mondtál, de hogy az a terv, hogy a táblával egy síkban van a kamera, és körülötted ott van a konyhaasztalon raktam ki, állítás papírra a körbe raktam, ahol emulálva a fehér hátteret. Tehát az a terv, hogy a fehér hátteret az csak egy sima vágásra meg tudom szedni. A fehérre az a gond, hogy az hamarabb árnyékolódik belőle. Ja, igen, az árnyék az probléma lehet, igen. És a két kamerásra változatot nem lehet egy kamerával, meg egy tükrörrel? De igen, gondoltam erre, az egy jó ötlet a tükör. Még nem próbáltam ki. Igen? Másik irány, hogy 3-4 kamerával, hogy egy több adat legyen, vagy hogy a mozgást nézni, hogy abból legyen több adat. Még a több kamera, mert az nem kerülök ilyen, tehát ez nagyon olcsó. Több kamerát ki lehetne próbálni, az ugye a korábbi verzióban. A mozgás az érdekes, ugye viszonylag gyorsan működik, mert ez a verzió nem tudom, másodpercenként 5 képet kb. Fel tudok dolgozni, és ott azért külön figyelni kellett arra, amikor még reptében készült az egyik kép. De hogy távolabbról nézni és a levegőbeli mozgás, azt nem hiszem, hogy annyira pontos lenne, hogy hova érkezett be. Na, köszönöm szépen. Bocsánat, nekem még van egy, hogyha már az utolsó szlájdból bekerült ez a... Még egy? Igen? Mi az üzletitel? Az elején nem volt, de amikor
először fölmerül, hogy esetleg működhet. Ja, hát az androidos verzió már egyértelmű. Tehát 2000 példányban egy dollárért megveszik el, sőt, nem inkább 5 évvel ez nem a fiós alkalmazás. Egyébként most az a tervem, hogyha egy sikerül egy működő prototípus csinálni, akkor megpróbálom egy kicsit népszerűsíteni monetári érdeklődés, és igen, akkor meglátjuk, hogy lehet ebből csinálni egy terméket. Az első verzióban van a YouTube-on fenn egy videó, hogy működik, és már 330-an látták, és ketten már kommentelték. Van egy potenciális belül már egyébként.